A Real Madrid Mohamed Salah-val pótolná Gareth Bale-t. Nigériai támadó lehet Luis Suárez utódja a Barcelonánál. A Bayern München Emre Can-nal erősítene januárban. Nézzük az elmúlt napok legérdekesebb átigazolási híreit. És mielőtt még tovább mennénk, ne feledkezz meg arról, hogy nyomd meg a feliratkozás gombot, és mellette a csengőt is, hogy garantáltan ne maradj le a Tiki Taka TV egyetlen friss videójáról sem. A spanyol utánpótlás válogatottak idén is gyűjtötték a trófeákat, hiszen a nyáron az U21-es és az U19-es Európa-bajnokságot is Spanyolország nyerte. Utóbbi torna egyik legjobbja, a Valencia szélsője Ferran Torres volt, akit lapértesülések szerint a Borussia Dortmund szeretne leigazolni. A 2000. február 29-én született, vagyis születésnapot csak 4 évente ünneplő játékos, még csak 17 éves volt, amikor bemutatkozott a felnőttek között a Valenciánál, azóta pedig már 65 tétmérkőzése van a klub első csapatában. A jelenlegi idényben mindössze egyetlen bajnokiról hiányzott, és egyre többször van ott a kezdő 11-ben. Így a dortmundi megfigyelők, akik a Marca értesülései szerint többször is élőben nézték meg, alaposan feltérképezhetik a játékát. Ami a korosztályos válogatottakat illeti, Ferran Torres a nyáron még az U19-es nemzeti csapatban szerepelt, és az Európa-bajnokság döntőjében ő szerezte a mérkőzés mindkét találatát Portugália ellen, de az ősszel már az U21-es együttesben számít alapembernek. A Sportbild úgy tudja, hogy a Borussia Jadon Sancho pótlására nézte ki a spanyolt, mivel Dortmundban szinte biztosak benne, hogy a jövő nyáron nem tudják majd megtartani az angol szélsőt, akiért reményeik szerint legalább 100 millió eurót kaphatnak majd. Vagyis Sancho eladása esetén lenne miből finanszírozniuk Ferran Torres leigazolását. Az már más kérdés, hogy a Juventus által is figyelt spanyol játékos szerződésében is egy ekkora összegű, vagyis 100 millió eurós kivásárlási záradék van meghatározva. Ennyi pénzt viszont a dortmundiak alig ha fizetnek ki egyetlen játékosért, akinek ráadásul a piaci értékét a Transfermarkt is csupán 20 millió euróra becsüli. Niko Kovács menesztése alig hanem alaposan felborította a Bayern München erősítési terveit, hiszen a leendő igazolásokat illetően nagyon sok függ attól, hogy ki lesz a csapat új végleges vezetőedzője. A klubot minden esetre a napokban a Juventus középpályásával Emre Can-nal hozták kapcsolatba, és ez a transfer több szempontból is kifejezetten logikus lenne. A müncheniek gyakorlatilag az egész nyáron szerettek volna egy olyan védekező középpályást igazolni, aki nem csak a labdaszerzésben erős, hanem az összjátékban is aktív, kezdeményező. Az egyik fő kiszemeltjük az Atletico Madrid játékosa Rodri volt, ő azonban a Manchester City-t választotta. Az espanyol erősségét Marc Rocát pedig végül nem vette meg a Bayern, így erre a posztra csak Javi Martinez, illetve az eredetileg jobb hátvéd Joshua Kimmich maradtak. Can egyébként tökéletesen beleillik a müncheniek által megkívánt profilba, és a megszerzését az is megkönnyítheti, hogy a német középpályást a Juventus egyáltalán nem marasztalja, olyannyira, hogy az őszre be sem nevezte a bajnokok ligájába. A Szériában 4 mérkőzésen azért pályára lépett, vagyis nem mondható, hogy nincsen játékban. Arról nem is beszélve, hogy a müncheni környezet sem lenne ismeretlen a számára. Elvégre 15 éves korától kezdve 4 éven át a Bayernben futballozott, de az első csapatban csak 7 alkalommal lépett pályára, és 2013-ban átigazolta a Bayer Leverkusenbe. Azóta megfordult a Liverpoolban is, 24-szeres német válogatottnak mondhatja magát, és még mindig csak 25 esztendős. A müncheniek mellett persze több klub is érdeklődik iránta. A Manchester United és a Paris Saint-Germain is vinné januárban, ami miatt kisebb licit is kialakulhat érte, a Juventus legnagyobb örömére, amely a hírek szerint megközelítőleg 40 millió euróra taksálja Can vételárát. Az Ajax Amsterdam tavaszi remeklése majd a nyári kiárusítás során kevés szó esett a holland klub kapusáról, André Onanáról, pedig a kameruni légiósnak is jelentős szerepe volt abban, hogy a klub egészen az elődöntőig menetelt a bajnokok ligájában. Az európai sztárcsapatok persze nem felejtkeztek meg a hálóőrről, hiszen a legfrissebb hírek szerint a Paris Saint-Germain és a Tottenham Hotspur is kiszemelte őt. A kameruni hálóőr márciusban szerződés hosszabbítással tette nyilvánvalóvá, hogy egyelőre nem akar távozni Amsterdamból, ugyanakkor csak 2022-ig írt alá, ami azt is jelezte, hogy hosszú távon nem feltétlenül az Ajaxban képzeli el pályafutását. Onanát korábban az FC Barcelonával is kapcsolatba hozták, ami nem meglepő figyelembe véve, hogy a kapust a kameruni Samuel Eto'o akadémiáról a Barca igazolta le 14 esztendősen, és 5 évet töltött el a katalánok utánpótlásánál, onnan került 2015-ben az Ajaxhoz. A holland Telegraph úgy tudja, hogy most a Paris Saint-Germain és a Tottenham Hotspur érdeklődik iránta.
A párizsiak állítólag már tavaly nyáron is szerették volna megszerezni, és benne látják a hosszú távú megoldást kapus gondjaikra, hiszen jelenleg két kölcsönbe kapott hálóőrük van Keylor Navas és Sergio Rico személyében. Ami pedig a Tottenhamet illeti, a Spurs első számú kapusa Hugo Lloris jelenleg súlyos könyöksérülése miatt nem védhet, helyettese Paulo Gazzaniga pedig nem klasszis kapus. Ráadásul az előbb említett Hugo Lloris hamarosan már a 33. életévét is betölti, szerződése pedig 2022-ben lejár, tehát a londoniaknak lassan gondoskodniuk kell a rutinos hálóőr pótlásáról. Az Ajax állítólag legalább 40 millió eurót szeretne kapni Onanáért, amivel a kameruni bekerülne minden idők 5 legdrágább kapusa közé. Edzőbuktató győzelmet aratott a Bundesliga legutóbbi fordulójában az Eintracht Frankfurt a Bayern München ellen, hiszen az 5-1-es frankfurti diadalt követően a Bayer klub vezetése menesztette Niko Kovácsot. A találkozó egyik legjobbja az Eintracht szerb szélsője Filip Kostić volt, aki góllal és gólpasszal vette ki a részét a győzelemből, így rögtön feltámadtak a pletykák arról, hogy a játékost külföldi sztárklubok figyelik. A Bild információi szerint Kosticra az Internacionale és az FC Barcelona is szemet vetett, ami a Milánói Egyesület esetében aligha nem több szimpla érdeklődésnél, hiszen az olasz klub a nyáron konkrét ajánlatot is tett a balszélsőért. Az Inter állítólag 40 millió eurót kínált Kosticért, a frankfurtiak azonban ennyiért nem akarták eladni, pláne hogy a nyáron már értékesítették Luka Jovicot és Sebastian Allert, a két támadóért összesen 100 millió eurót elkönyvelve. Maga Kostić is úgy érezte, hogy egyelőre nem akar távozni az Eintracht-tól, ahová csak egy évvel korábban érkezett. A szerb játékos pályafutása legjobb szezonját zárta a nyáron, hiszen 6-szor volt eredményes a Bundesligában, amire korábban soha nem volt képes, és 4 alkalommal az Európa Ligában is betalált. Kostić tehetségét soha nem vonták kétségbe, de korábban a Hamburgnál és a Stuttgartnál sem tudta állandósítani remek formáját, viszont Frankfurtban gyakorlatilag másfél éve kimagaslóan futballozik. Az Eintracht egy éves kölcsön után hivatalosan csak idén nyáron vette meg a Hamburgtól mindössze 6 millió euróért, és a Transfermarkt szerint a piaci értéke 38 millió euróra rúg. Jelenleg az egyik legjobb formában lévő támadónak Timo Werner számít Németországban, aki az elmúlt héten két mérkőzésen 5 gólt is szerzett. Az RB Leipzig erőssége ebben a szezonban eddig 15 tétmérkőzésen 13 alkalommal volt eredményes klubjában, és emellett a válogatottban is betalálta az Észtország elleni októberi EB-selejtezőn. A 23 éves csatárt a hírek szerint a Liverpool szeretné megszerezni, és a vörösök állítólag már januárban megvennék Wernert, hogy a szezon hátralévő részére visszakölcsönözzék őt a lipcseieknek. A két egyesület jó kapcsolatot ápol egymással, hiszen a Merseyparti klub anno némiképp hasonló módon szerezte meg a lipcseiek középpályását, Naby Keitát. A felek már 2017 nyarán megegyeztek abban, hogy a guineai játékos egy évvel később Liverpoolba igazol egy meghatározott összegért, amelynek mértéke részben a német együttes szereplésétől függött. Wernerrel kapcsolatban a német közvélemény az előző idény második felében biztosra vette, hogy a nyáron a Bayern Münchenbe igazol, de a bajorok végül nem tettek hivatalos ajánlatot érte. A válogatott támadó erre úgy válaszolt, hogy augusztusban új szerződést írt alá, amely 2023-ig érvényes, de a kiker szerint viszonylag alacsony összegű 30 millió eurós kivásárlási záradékot tartalmaz. A Liverpool ezt könnyedén ki tudja fizetni, és az angol Daily Express újságírója Ian McGarry úgy tudja, hogy a két klub már meg is kezdte a tárgyalásokat. Az angol sajtó szerint egyébként a Manchester United is szeretné megszerezni a csatárt. A legutóbbi Levante elleni bajnokin elszenvedett vereséget követően ismét felerősödtek a vérfrissítés szükségességéről szóló hangok az FC Barcelona házatáján, és a szurkolók egy része úgy véli, hogy a klubnak elsősorban Luis Suárez hosszú távú helyettesét kellene megtalálnia. Az egyesület vezetése is hasonlóan vélekedhet, hiszen lapértesülések szerint a Barca több középcsatárt is kiemelten figyel, és egyik közülük a francia Lille nigériai erőssége Victor Osimhen. A mindössze 20 esztendős támadó még a 2015-ben megrendezett U17-es világbajnokságon tűnt fel, ahol 10 találattal a torna gól királya lett, és egyben a viadal második legjobb játékosának is megválasztották. Akkor a német Wolfsburg csapott le rá, és 3,5 millió euróért megszerezte a szupertehetségnek tartott Osimhent, akinek azonban nem ment a beilleszkedés a Bundesligában, és másfél szezon alatt mindössze 14 mérkőzésen vetették be, többnyire csereként. Tavaly nyáron aztán kölcsönadták a belga Charleroi-nak,
és ez jó húzásnak bizonyult, hiszen a belga első osztályban megtalálta góllövő cipőjét. 36 tétmeccsen összesen 20 gólt ért el, és a klub meg is vette őt 3,5 millió euróért, hogy rögtön tovább is adja a Lille-nek, amely már 12 millió eurót fizetett érte. Osimhennek egyelőre a Ligue 1-ben is remekül megy a játék, már 7 gólnál jár a bajnokságban, és a bajnokok ligájában is betalált a Chelsea ellen. Az időközben a nigériai válogatottban is bemutatkozott középcsatár kiválóan fejel, remekül érzi a kaput, és a védekezésből is kiveszi a részét, vagyis minden megvan benne, ami egy modern támadónak szükséges. Nem csoda, hogy a Barcelona mellett állítólag több másik európai sztárklub, például a Bayern München és az AC Milán is figyeli, míg a Transfermarkt már is 13 millió euróra taksálja a piaci értékét, és a Lille sportigazgatója Luis Campos nem titkolta. Nehéz lesz őt megtartani a jövő nyáron, de az is biztos, hogy a francia egyesület alaposan meg fogja kérni az árát. A gyengébb eredményekre szokás szerint sztárok igazolásában látják a megoldást a Real Madridnál, amelyet már idén nyáron is kapcsolatba hoztak Mohamed Salahval, és spanyol lapértesülések szerint a királyi gárda jövő nyáron ismét megpróbálja megszerezni a Liverpool támadóját. Az előző két idényben egyaránt Premier League gólkirály egyiptomi sztár a jelenlegi szezonban sem futballozik rosszul, hiszen eddig 15 tétmérkőzésen 8 alkalommal volt eredményes. Az angol szakértők egyébként úgy vélik, hogy a vörösök támadó triójából az ő esetében van a legnagyobb esélye arra, hogy a jövő nyáron máshol folytatja pályafutását. A Real Madrid állítólag a mostani évad előtt is szerette volna leigazolni Salahot, akit állítólag vonz a királyi gárdában való szereplés lehetősége, de idén még a maradás mellett döntött, ugyanakkor korán sem biztos, hogy ez egy év múlva is így lesz. A spanyol Don Balón úgy tudja, hogy a madridiak akár 130 millió eurót is hajlandóak lennének kifizetni érte, és ez az összeg nem is biztos, hogy elegendő lesz. Elvégre a csatárt 2023-ig köti szerződés a poolhoz, a Transfermarkt pedig 150 millió euróra teszi a piaci értékét. Egyébként a két klub között korábban több üzlet is köttetett. A Real a Liverpooltól igazolta le Steve McManament, Michael Owent, Jerzy Dudeket és Xabi Alonsót is. Ugyanakkor 2009 óta a madridiak senkit sem szerződtettek az Anfieldről, pedig kifejezetten gyakran üzleteltek a Premier League egyesületeivel. Úgy tudni, a királyi gárda vezetősége azért akarja a 27 éves egyiptomi világklasszist a Bernabeu stadionba csábítani, mert vele akarják pótolni a jövőre szinte biztosan távozó Gareth Bale-t. Írjátok meg a véleményeiteket a hírekkel kapcsolatban, ha pedig tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és további foci videókért iratkozzatok fel a csatornára!